Köszöntöm a Mezőtúri Városi Televízió nézőit, önök az Árt Kultúra című magazin műsorunkat látják 2017. március 17-én pénteken, a pontos idő 20 óra. Tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Aranyestet tartottak a közösségi házban. Márió látogatott el Mezőtúra. A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. És a Túri Olvasókör Egyesület szervezésében Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából március 2-án Arany Liszt címmel tartottak zenés estet. Az eseményen fellépett Liszi Melinda színművésznő is. Hiszen ez a mai nap egy csodálatosan szép nap, egy aranyos nap, hiszen Arany Jánosnak a születésnapját ünnepeljük, akinek 200 évvel ezelőtt, 1817. március 2-án született majd Szalontán. Hát ez egy partiumi hely, annak, aki már járt ott, az tudhatja, hogy milyen csodálatosan jó oda elmenni. Jó ott azon a szép kis templomkertben sétálni, hallgatni a Kossuth nótát, akkor, amikor én déltük az óra, mi is sétáltunk már arra, és olyan hihetetlen szép dolog az, amikor azt halljuk, hogy egy elcsatolt területen a magyar zenét hallhatjuk, és ráadásul a Kossuth nótát. És emlékezhetünk egy olyan csodálatosan szép műveket összeállító és megíró, alkotó emberre, mint Arany János, aki számunkra nagyon-nagyon sokat tett. Azt is mondták ma róla, és tudjuk azt is, hogy hihetetlen szókészlettel rendelkezett. Azokat a szavakat, amelyeket ő használta, a messze a legtöbbek voltak a kortárs költőkhez képest. Azt is tudhatjuk róla, hogy a Kisfaludy Társaságnak igen megbecsült tagja volt. És ha már a balladákról beszélünk, akkor azt is tudjuk, hogy a ballada Shakespeare-jének nevezték annak idején, és mi is a szívünkbe úgy őrizzük meg az emlékét. Azt is tudjuk róla, hogy ő volt az, aki hihetetlenül jó nyelvérzékkel rendelkezett, és a fordításai közül kiemelkedtek Shakespeare fordításai, amit a mai diákok is elolvashatnak nagyon sokszor, hogyha a Rómában is járt, és a többi összes Shakespeare műveket ismerkednek vele. Azt is tudhatjuk róla, hogy szegény családban született, de a tudásával nagyon hamar kitűnt. És azután, amikor megalkotta a műveit, olyan hihetetlen elismerésben volt része, mint annak idején Deáknak, és olyan csodálatos költő óriás volt a barátja, mint Petőfi Sándor. Petőfi Sándor az olyan az emberek közé tartozott, az olyan költők közé tartozott, aki hihetetlenül szuggesztív ember volt. Arany pedig az igazi megfontoltságával, a jó zeneszével hatott az emberekre, és ezt mind a mai napig is megismerhetjük akkor, amikor a költeményeit olvassuk, ismerkedünk vele. Honnan jött a rendezvénynek az ötlete tulajdonképpen, és mit tudhatunk a részletekről? Mi a Túri Olvasókör Egyesület tagjai beszéltünk arról már régebben, hogy melyek azok a frekventált ünnepek, amelyekre mindenféleképpen meg kell emlékezni ebben az évben, és Kaluckai Sándornéval, az Egyesület elnökével úgy döntöttünk, hogy ezt a lehetőséget nem szabad elszalasztanunk, hiszen Arany János mindegyikünknek a szíve csücske, hiszen egy olyan csodálatos költő volt, aki hihetetlen nagy tudással rendelkezett, és ezt a tudást olyan gyönyörűen, szerényen tudta képviselni, mindenféleképpen szükséges, hogy megemlékezzünk. Színészekkel pedig régóta ápoljuk a kapcsolatot, és szerencsére már mezőtúriak is voltak azok, akik Liszi Melinda színművésznő és a Békés Csabai Jókai Színház színészeinek az előadásában gyönyörködhettek, élvezhették, és most úgy gondoltunk, hogy ezt a jó indítatást folytassuk tovább, és az elkövetkezendőben is legyenek ők a segítségünkre, tolmácsolják ők aranyballadáit, illetve Lisztet pedig azért hoztuk hozzája, hiszen ez a zeneszerző volt az, aki hihetetlenül csodálatosan összecseng az aranyi költészettel, így úgy gondoltuk, hogy ezt a kettőt így Galambos Hajnalkának és Rácz Gáronnak a tolmácsolásában szívesen meghallgatják a közönség tagjai. Zács Klára. Énekli egy hegedűs a 14. századból. Királyasszony kertje kivirult hajnalra.
Fehér rózsa, piros rózsa, szűke leány, barna. Királyasszony! Néni, az egekre kérném azt a rózsát. Piros rózsát, abban szeretném én. Beteg vagyok érte, szívdobogást érzek. Ha meghalok, egy virágnak a halottja részek. Jaj, öcsém Kázmér, azt nem adom százért, menj! Haragszom. Nem szígyelek. Félek bizony, jász ér. Sietős az utam reggeli templomra. Ha beteg vagy, hát feküdj le bársony pamatra. Megyen a királyné, megyen a templomba. Szép virágok, delis szűzek, mind követik nyomba. Könyörök. Nem tud. Nem tud imádkozni. Olvasóját honfeledé. Ki megyen elhozni? Eregyjön, Klára, hamar édes jányom. Megtalálod a térdeplőn, ha nem, a diványon. Keresi a Klára, mégsem akad rája. Királyasszony a templomban, oly nehezen vár. Keresi a Klára teljes egy órája, királyasszony a templomban, de hiába várja. Vissza se megy többé, deli szűzek közé. Inkább menne temetőbe a halottak közé. Inkább temetőbe a fekete földbe, mint a ma nagy palotába. Ősz atya elébe. Ej, jányom, jányom, mi bajodat látom? Jössz te, borulj ezt velemre, mondd meg, édes jányom. Jaj, atyám. Nem. Nem, jaj, hova kell lennem? Adol elem lábad, porád, tapos, adjon engem. Harangoznak délre udvari ebédre. Akkor mene Felicián a király elébe. A király elébe, de nem az ebédre. Rettenetes, bosszú álló kardja volt kezébe. Életed a jányért, Erzsébet királyné! Jó szerencse, hogy megváltja a gyönge négy ujjáért. Gyermekemért, gyermek! Lajos Endre, hajj meg! Jó szerencse, hogy Gyulafi rohan a fegyvernek. Hamarabb az ebet! Fiaim, cseréni! Ott levágják Feliciánt a király cseréni. Véres az ujja. Nem vérzik hiába. Mit kívánsz most, királynő, fájdalom díjába? Mutató ujjamért. Szép hajadon lányát. Nagy ujjamért elmondani a borzasztó halálát más kettőért. Beje lánya végét! Piros vérem hullásáért. Minden nemzetségét. Rossz időket élünk. Rossz csillagok járnak. Lisszi Melinda színművésznő nem először jár itt mezőtúron nálunk, a mai napon a Közösségi Házban. Arany Liszt címmel a költő legszebb balladái hangzanak majd el. Mit tudhatunk ennek a műsornak a részleteiről? Nem egyedül érkeztél, azt tudhatjuk. Így van, Galambos Hajnalka és Rácz Báron kollégáimmal jöttem, így hármasban, és az est zenei részért igazából ők felelnek, gyönyörű Liszt dalok és balladák fognak elhangzani, tehát lesz például egy direkt Lisztnek egy balladája, amit zongorára írt, ahol Hajni nem is fog énekelni. Tehát próbáltuk azon belül is színesíteni a műsort, ugye az Arany János balladák pedig adottak voltak. Azon belül próbáltam úgy szemezgetni, hogy amik számomra kedvesek, és azt is leredukáltam egy olyan szintre, hogy mind az öt ballad, ami elhangzik, az szerelmi ballada lesz. Tehát lehet népi, lehet történelmi, de egy asszony sorsát mondja el főként. Tehát vagy a vétkeit, vagy a szerelmét, vagy a hűséget,
nemességét, de mindegyikben az asszonyak kulcsfontosságú figura. Úgyhogy próbáltuk így az egész, a dalokat is a szerelem köré, azon belül is ugye a felhőtlen boldogság és a mély depressziós szerelem, tehát hogy ezen belül lavírozunk jobbra-balra, és próbáljuk bejárni a szerelem minden zegzugát ezáltal. Honnan jött ennek a műsornak az ötlete, erre a felkérésre készült el, vagy ez már korábban elkészült? Hát most nem tudom pontosan megmondani, hogy egy vagy két évvel, de azt hiszem, hogy két évvel ezelőtt én indítottam a színházban egy ilyen verses est dolgot Zac címen, és akkor az egyik hónapban, minden hónapban más költőt ragadtunk ki, az egyik hónapban Arany János volt. És mivel hozzám a balladák nagyon-nagyon közel állnak, ezért mondtam Hajninak, hogy mit szólna ahhoz, ha most nem az lenne, hogy közben népdalok hangzanak el, vagy beszélgetések, hanem gondoltam, hogy mivel Arany János balladái annyira magas színvonalúak, és annyira magával ragadóak, hogy ahhoz mondjuk nem feltétlenül egy népies szálú népdalos csokrot szeretnék tenni, hanem valami sokkal emelkedettebbet, és így gondoltunk Lisztre, hogy ki az a másik nagy magyar, aki ilyen hatalmasakat alkotott a zenében, és akkor így jött ez az Arany Liszt páros, az meg már a szójáték vicce, ugye, hogy Arany Liszt, mint aranyszínű liszt akár, így árulkodik a név is szimbolikusan az estről. Oh!
hogyha rátérünk picit a színházi szerepeidre, milyen darabokban láthatunk téged most, illetve a közeljövőben? Hát én most pillanatnyilag pihenek, és nagyon élvezem, mert hogy az évadomnak az elején rettentően feszes tempóba ment, 4 bemutatón volt 3 hónap alatt, tehát attól függetlenül persze, hogy az első bemutatómat már májusban félig meddig elkészítettük, és már csak egy főpróba hét volt, ez a macska játék volt, amit hát őrként szerintem mindig öröm játszani, és nagyon örültem, hogy benne vagyok, és egy stúdiószínházas előadás volt, ahol nagyon-nagyon megfogtuk szerintem azt a réteget, aki még őrként érti, érzi, szereti, és hatalmas sikerrel ment végig. Utána következett egy Légy jó, mint halálig, amit az ifjúsági bérletből raktunk át a felnőtt bérletbe, ott ugye Violát játszottam, hát végül is mondhatjuk, hogy a női tragikát a darabban, aki ugye végig viszi a figurát, az író végig viszi a figuráját az egész darabon, és kulcsfontosságú szereplő. Nagyon-nagyon szerettem, ez megint egy teljesen más megmérettetés volt, egy klasszikus musicalt játszani, és utána pedig következett a Diótörő, ami előtt mutattunk benne szintén egy kis színházi előadást az Ibsen színpadon, Brozsáknak a tangóját, amit továbbra is játszunk, de majd március közepétől. Úgyhogy eddig volt nekem egy kis pihenőm, mert a meséket meg a tangó darabot szinte párhuzamosan játszottam, tehát volt olyan 3 hetem, hogy napi 3 előadásom volt. Tehát reggel 10-től és 3-tól nyomtam egy mesét, és utána este 7-től volt a felnőtt tangó, ami hát nem kicsit más, mondjuk így hangulatában, tehát arra ugye is rá is kellett hangolódni. Meg ugye ott volt a karácsonyi időszak, úgyhogy nagyon-nagyon zsúfolt volt, és akkor így most ez a január-február az nekem egy kicsit ilyen pihenős volt, ahol tudtam így magamra koncentrálni is, meg intézni az ügyes bajos dolgaimat, amire ugye eddig nem volt idő. Említetted, hogy nagyon feszített volt a tempó, honnan merítesz egyébként energiát? Hát szerintem, aki ezen a pályán van, az nagyon, nagyon hullámzóan beszél erről. Tehát amikor szokták ezt mondani, hogy ha sok a dolgod, akkor az a baj, ha nincs dolgod, az a baj. Tehát ebben is van igazság, de én úgy gondolom, hogy amikor nagyon sok előadás van, és az ember azt érzi, hogy már nincs erő, nincs energia, hiszen ez egy alkotó folyamat, és az ember azt érzi, hogy már nem tud, nincsenek vésztartalékok, amiből olyan energiát tud felhozni, hogy az az ember, aki mondjuk először látta azt az előadást, az első előadást, ugyanazt kapja, mint a 25. előadáson ülő néző. Tehát ilyenkor szerintem mindenképpen a nézőkből merítkezik a színész elsősorban, hogy ugyanúgy megérdemlik azt, hogy azt az energiát kapják a színésztől, mint amikor nem fáradt. És ez szerintem így tovább drukkolja az embert, meg hát ott vagyunk egymásnak kollégák, és kapaszkodunk egymásba, és hát nem utolsó sorban pedig ott van a család, meg a háttér, a barátok, akik ilyenkor pontosan érzik, hogy most egy kicsit nehezebb, és akkor mondjuk alá dolgoznak a másiknak, vagy jobban kezelik azt, hogy most feszültebb egy kicsit, és akkor próbálják elengedni azokat a mondatokat, amiből például feszültség tudna keletkezni, ezzel is óvva bennünket. Tehát ez meg a jó lelki pszichológus partnerek. A Radványi sötét erdőben halva találták Bárci Benőt. Hosszú, hegyes tőr ifjú szívében. Íme bizonyság Isten előtt. Gyilkos erőszak ölte meg őt. Kastélyába vitette föl atya, ott letevék a hűs palotán. Ki se telíteti. Meg se mosat. Vérben, ahogy volt, nap-nap után hever egyszerű ravatalán. Állata őrzeni 4 alabárdust. Lélekez ajtón, se be, se ki. Hát, ha az anyja, szép húga, már most jönne siratni, vissza neki! Jaj, ki parancsom, élveszek. Folytva teremről rejti teremre halkzogogását asszonyból. Maga pecséttel hívja tetemre, kit szemre vesz őjként sandagyalul. Legyen,
a serb érzése. Tom. A palotát felé fekete posztó. Déli belül sem süt oda nap. Áll a tetemnél tisztipörosztó gyertya, feszület, kánonika. Sárga viaszfényük helye kap. Jöjjenek ellenségi. Ha voltak. Jőkit az apja rendre nevez. Hiába. Nem indul sebe a holtnak. Állva fejénél az vagy emez. Gyilkos, hát nem ez. Újra nem ez. Hát ki? Riad fel bárci sötéten. Bosszulatlan nem foly ez ősi vér. Ide a gyilkost! Bár a pecsétem váddal azt önnön szívem ígér. Mindenki gyanús nekem, aki él. Jöjjenek úgy hát, ifjú baráti. Sorra belépve el sok dalia. Fáj nekik a hőst vérébe látni, és nem harcmezein elomlania. Erre se érzik bárci fia. Jöjjön az udvar apraja nagyja, jöjjön elő bárc! A falu mind! Megkönnyezetlen senki se hagyja, kedves urára számba vekint. Nem fakad a sebb könnyre neki. Jöjjön az anyja. Hajadon húga! Künn a leán már messze sikolt. Anya reárogy öleli húgva. Mindre nem érez semmit a holt. Marad a tört vér, fekete folt. Jöjjön utolszor szép szeretője. Titkos arája. Kund Abigail. Jő. Szeme villan, s tapad a tőre. Arca szobor lett, lába gyökér. Semmi pirosan buzog a vér. Könnye se perdül, jajja se hallik, csak oda kap, hol fészkel az agy. Iszonyú az, mi oda nyilalik. Döbbenet által a szív erre fagy. Járom. Ez ifjú gyilkosa vagy. Kétszeri mondás még lebűvölten hallgat el, aztán így remegi. Bárci belőt én meg nem öltem. Tanul az ég, s minden segí. Hanem ettől. Én adtam neki. Bírt a szívem már hűszerelemre. Tudhatta köztük nem valagát. Unszona mégis szóval igenre, mert ha nem, ő kivégzi magát. Ennyire adám a tört. Nosza hát! S vadul a sebből a tört, kiragadja szeme, szokatlan lángot lövel, kacag és sír, s felvillogtatja, s vércsebi songással rohan el. Vetni kezet rá. Senki sem el. Odakin lefut a nyílt utca során. Táncolni. Dalolni se szégyel. Dal a víg. Egyszer volt egy leány, ki csak úgy játszott a legényel. Mint macska szokott az egérrel. Márió látogatott el Mezőtóra februárban. A harmonikás a mezőtúri piacon forgatta legújabb műsorát, a Kívánságpiacot.
egy szép lányra szó. A mai napon a mezőtúri közönség Márióval találkozhat, aki éppen a Kívánság piacot forgatja. Hogyan esett a választás a helyi piacokra? Hát az őszinte igazság az, hogy a Kívánság piac műsorunkkal ugye a Zenebutik csatornán tulajdonképpen az egész ország vásárcsarnokait és piacait látogatjuk. Ez a műsor nevéből is ugye adódik, illetve kiderül. És most tulajdonképpen megpróbáljuk aztán összefűzni úgy a dolgokat, hogy a fellépéseket tekintve időpontban, illetve kilométerben, ha mondhatom így, azért megpróbáljuk ezt úgy minél rugalmasabban kezelni és összeegyeztetni. És a holnapi forgatásunk Szegeden lesz, így esett ma a választás egyébként mezőtúrra. A különböző városokban a helyiek a vásárlás közben mennyire aktívak, mennyire nyílnak meg a kamerák előtt? Hát ez nagyon-nagyon szélsőséges és nagyon változó. Nyilván van, aki nagyon-nagyon szeret szerepelni, és aztán van, aki szereti a dalokat, szereti a jó zenéket, de mondjuk szerepelni nem nagyon akar, és hát nyilván, hogy minél nagyobb városban megyünk, a nagyszámok törvénye miatt ugye annál egyszerűbb a dolgunk, hiszen nagyobb tömeg van, többen vannak, de nincs nehéz dolgunk itt a mezőtúri piacon, meg kell valljam őszintén, nagyon aranyosak az emberek, és nagyon nyitottak, úgyhogy már eddig is nagyon sok kívánságot begyűjtöttünk, és nagyon bízom benne, hogy még fogunk is. És most ugye Márióval beszélgetünk, mint műsorvezető, de ugye a zenei életből ismerhettünk meg téged. 2001 óta vagy a zenei palettán, mennyire más most műsorvezetőként fellépni? Megmondom őszintén, hogy nyilván szeretem a kihívásokat, inkább így kezdeném. Ez is egy olyan feladat számomra, amivel, ha mondhatom, így meg kell, hogy birkózzak. De úgy tűnik eddig, hogy nagyon jól állom a sarat. Nyilván, hogy ebben is bizonyos mértékig ugye tapasztalatokat kell szerezni, és hát tulajdonképpen, ha úgy vesszük, akkor ugye ez is egy szakma. Tehát gyakorlatilag ezt is valahol meg kell az embernek tanulni, de forgatásról forgatásra egyre rugalmasabban kezeljük ezt a kérdést, illetve ezt a dolgot. És van titok a 2001-es fennmaradásra, hogy mi az a titok, amik 16 éven át ível, mi az, ami segít előre vinni? Hát nyilván a közönség szeretete egyrészt. Másrészt azt gondolom, hogy tulajdonképpen ez egy csapatmunka. Egy olyan csapatmunka, ahol mindegy nagyon megbízható és stabil menedzsment áll mögöttem. Idestova most már 16 éve, ugyanakkor állandó sofőröm, technikai menedzserem is ugyanott az ember tulajdonképpen 16 éve. És azt gondolom, hogy a közönség szeretete mellett még ez a másik nagy titok, hogy annak ellenére, hogy engem látnak az emberek a színpadon, engem látnak a fellépések során, ugyanakkor még egyszer csak azt tudom mondani, hogy egy jól működő fogaskerék rendszer, hogy egy jól működő csapatmunka áll mögöttem, és szerintem nagy részben ennek köszönhetem azt, hogy a 16 éve tulajdonképpen, hogy fennáll a produkció. És azt lehet mondani, hogy sűrű volt az évzárás is, hiszen egy Big Band koncertet adtál a karácsonyi időszakban, most pedig ugye forgatások teszik ki a mindennapokat. Mi lesz ezután tavasszal, illetve nyáron? Mi várható? Marad a forgatás vagy koncertek? Hát is. Nyilván nem csak egyedül lépek színpadra, hanem élő koncerteket is adunk, tehát zenekarral is. A Big Bandes koncert az ugye igazából kimondottan karácsonyi dolog volt, tehát ez most már aktualitását veszítette abból a szempontból, de nagyon remélem, hogy az idén decemberben újra meg tudjuk ezeket a koncerteket rendezni. És tulajdonképpen csak ez a terv. Készülnek új dalok,
ugye nemrégiben jöttünk ki egy duett albummal, egy duett lemezzel, és ugyanakkor természetesen emellé még most folyamatosan bejöttek ezek a televízió forgatások, tehát a kívánságműsor tekintve, úgyhogy nem unatkozunk. Télcserébe a szívedét, visszadobni miért kellett, jár nincs remény. Virágot a virágnak gondolta, ha visszaadtad, nem baj, ez csak rózsa. Az emlékedet őrzi, talán visszatérsz, hiszen egy év telt el azóta. Az a sárga rózsa hírik még azóta, várja azt, hogy visszatérsz, és vár egy kedves szóra. Hírik még a rózsa, szebb lett még azóta, várja azt, hogy visszatérsz, és együtt leszünk. Az a sárga rózsa hírik még azóta, várja azt, hogy visszatér, és együtt leszünk újra. Várja azt, hogy visszatér, és együtt leszünk újra. Önök az Árt Kultúra című műsorunkat látták. Kulturális magazin műsorral legközelebb március 24-én várom Önöket. Viszontlátásra!